Széria motorral a jégen száguldozás nem hivatalos Guinness rekordja 246 km per óra. Ezt a rekordot tavaly Erdélyben Zetevárján értékel jégmotorosok, de ma reggel Dorog mellett is csúcskísérletre készülnek. A Palatinus tó 50 cm-es jegén egy lélegzettel állító motoros felvonulás közepéről Csehi András kollégánk jelentkezik. Andris, pontosan mire készülnek a jégmotorosok? Jó reggelt kívánok, nem tudom, hogy mire készülnek, de a legjobbakat fogjuk látni nem sokára. Mellettem van Csizmár Balázs, aki az egész csoportnak a vezetője, akik nem csak nyáron strandolnak, hanem télen jégmotoroznak. Honnan jött ez az ötlet? Hát 12 évvel ezelőtt Gyuri barátomnak volt egy öreg barátja, sajnos azóta meghalt, ő szögesített először tudomásunk szerint motorokat, robogókat, robogóversenyek voltak már a műjégen is ebben a műfajban, de hát kicsit továbbfejlesztetjük komolyabb technikával, nagyobb területen, komolyabb sebességekkel és még nagyobb feelingekkel, szánkokkal, csónakokat húztunk, szőnyeget húztunk, és százak jöttek és csatlakoztak hozzánk ebbe a mókába, hogy megfertőztük a környéket ebben az őrülettel. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez egy magánterület, tehát ilyet hivatalosan nem lehetne csinálni, de itt a saját tavunkon azt csinálunk, amit akarunk, méghozzá motorral, tehát ezek ilyen spéci motorok, szöges gumikkal ellátva, ami arra is engedi a motort, hogy 215-tel menjen rajta a pilóta? Igen, hát volt, hogy 240-nel pörgött a kerék, mert kapar a jégen olyankor is, de az tény, hogy figyeltünk a biztonságra nagyon. Tehát azt el tudom mondani, hogy volt itt némi erezdel a hajam, volt itt őrültködés, bepistulása, hogy mi mondjuk, de senki másnak nem esett karcolása, csak a jégnek, de annak rendesen. Tehát a jeget összekaristoltunk, ahogy kell. Hogy áll föl a csapat egyébként? Mindenkinek saját motorja van, mindenkinek szöges gumija van, és látjuk, hogy tényleg őrült mód száguldunk mindenki. Hát volt, aki négy motorját is beszögesítette, mert annyira elkapta a hév, Gyuri barátom, ő kitett magáért nagyon. Mi is három motorunkat szögesít, mindenünket, ami volt. Hát akinek motorja volt, aki él, mozog, és van egy kis vér ott, ahol kell, az beszögesítette, és itt volt velünk. Jó, látunk itt pizza hordó motort is látunk, meg persze. Kerékpáros kollégát is ott, nem messze. Hogy mi lesz a mai mutatvány? Hát, ha van időnkre, akkor kerék, biciklit húzunk, szőnyeget húzunk, tánkot húzunk, a fotelt húzzuk, javaslom megpróbálásra, mert óriási élmény. És hát azt tudom mondani, hogy mindegy, hogy kis motor vagy nagy motor. A lényeg az élmény, ami megfizethetetlen, páratlan, ami máshol nem lehet, csak itt egy ilyen gyönyörű jéggel. Mi az esély arra, hogy beszakad a jég? Semmi, 40 centi a jég. 40 centi, autókkal voltak rajta. Jó, mikor az ideális egyébként? Gondolom szikrázó napsütésben, mert kicsit aláfagyott a csapadék. Igen, most se vészes, hát nézzem, csak meg kell őket nézni. Azt tudom mondani, hogy 10 centis jégen tavaly rajta voltunk, mert annyira hiányzik, hogy amint már olyan a jég, hogy rá lehet menni, akkor megyünk. Gyorsan kell menni, akkor nem szakad be. Na, Balázs, akkor pattanj te is a motorra, én meg megnézem azt a különleges fotelt. Erről mit kell tudni erről a fotelről? Hát, hogy egy keleti kényelem, nyugati izgalom, tehát páratlan élmény lesz, meglásd. Tehát akkor bele kell ülnöm, semmi más nem kell csinálni, ugye? Persze. Jó, és mennyivel tud menni ez a foteles történet? Hát akár 80-nal is, hogyha szeretnéd. Nem szeretném. Viszont ezzel a motorral te úgy tudom, hogy 215-tel repesztettél ezen a jégen. GPS is mérte, úgyhogy nagyon jó volt. Hihetetlen élmény, már hiányzik. Tehát valószínűleg ez az utolsó napunk, mert jön az olvadás, de már hiányzik, pedig most még mehetek. Sőt, nem csak te, hanem a fiad is motorozik, ugye? Hát abszolút, igen. Ott itt őrültködik valahol. Ő az jól nyomja. Hát van benne, a vér nem válik vízzé. Na, szóval, hölgyeim és uraim, akkor itt az lehetőség számomra, hogy beüljek ebbe a gyönyörű fotelbe, és akkor megrántsuk ezt a fotelt. Nem tudom, meddig fognak hallani minket. Biztonsági jobb nincsen, ugye? Biztonsági jobb nincsen, mert biztonságosan lehet kapaszkodni. Úgyhogy mehetünk, igen, de felőlem minden rendben. Tehát, hölgyeim és uraim, nagyon óvatosak legyenek ma az utakon, mert több helyen is vörös riasztás van érvényben, majd piros riasztás, úgyhogy mindenkinek a legjobbakat kívánok.